Kezdem is mindjárt a nagy sikerű és bizonyára sokak által sokat forgatott Vízélek a honvágyról című kötettel. Így néz ki. A Pletykanyúból egy olyan novellát választottam, amelyik az első kiadásban nincs benne, amit még a Jelenkor gondozott, az egy ilyen puha borítós kötet volt, és egy fotel volt az elején. Ezt azért hagytam ki az első kiadásból, mert úgy gondoltam, hogy ne legyen a kötet nagyon népi. De aztán, mikor nagyon népi lett, akkor a második kiadásba beletettem. Egy utazás alakjai. Első, a herélő juhász. Ugye a Pletykanyú az első prózakötete? Igen, igen. Amikor az megjelent, akkor a... 2001. Szülőfalumban többen összefogtak, hát aláírásokat is gyűjtöttek meg, hatan összefogtak, és 1.200.000 forintos kártérítésre pereltek fejenként becsületsértésért. Fejenként? Igen, igen, mert hogy... ez már egy komoly össze. Hogy fölismerni vélték magukat a szövegben, de ők nem olyanok, mint amilyennek ábrázoltam őket. Mondjuk az unokatesomat megverték, de az nagyon érdekes volt, azóta is emlegetjük, mert megkérdezték tőle, hogy én vagyok-e, és mindig azt felelem neki, mikor meséli a történetet, hogy de mondom, miért mondtad azt, hogy én vagyok? Tehát, hogy miért mondtad, még megkérdezték, hogy te vagy a Grecsó Krisztián, és azt mondtad, hogy igen. És erre kapott egy hatalmas maflást. A koszorús villamos már messziről látszott, a lehúzott ablakban lebegett a tenyéri vastag seremszalag, valószínűleg a körút járdájáról is el lehetett olvasni a feliratot, a gyászoló beregi család. Beregi Bece szerint olyan volt, akár a ostorral hajtották volna a járművet, csapkodta az alkalmi selyemostor az engedetlen jószág oldalát. Ehune, mondta Bandi bácsi. A legtermészetesebb módon vette le a koszorút a visszatérő villamosról, mintha a kegytár rendelése érkezett volna. Mondd, és amikor írni kezdtél, akkor verseket kezdtél írni? Az volt az első? Nem, nem. Próza volt a... Próza, dráma, vers, mind a három. Tehát, hogy ez még mindeneket is váltogattam. Nagyon, nagyon bátor voltam, és vakmerőnek mondanám inkább. Például 17 éves koromban írtam egy evangéliumot. Úgy gondoltam, hogy ez a négy nem világítja meg az eseményeket. Daru új szót tanult az óvónőtől. Összefejelés. Egészen szerencsétlen helyen, a szemöldöküknél. Hosszan vérzett, nem lehetett elállítani. Daru azt várta, hitte, hogy Eli nagyon szomorú lesz, majd vigasztalja őt. De a lány fényes tekintettel, szinte vidáman, kihívóan nézte őket, ahogy vérzett a fejük. Mintha mosolygott volna. Úgy járkált ott, akár a szándékosan csinálta volna, és még a vérzés is miatta lenne. Ekkor jutott először az eszébe, hogy Lili más anyagból van. Lány. 16 éves koromban írtam egy darabot, egy egész estéset, amihez gondoltam is egy társulatot. Az volt a címe, hogy a szeretet apostolai. Hú, nagyon komoly darab volt. Te valahogy ebben a bibliai cuccban utaztál? Tehát, hogy evangélium, meg apostol... Úgy látszik, hogy ez nem erősen működött, aha. Igen. Meg én nagyon, tehát akkor ugye egyetlen színpadi művel találkoztam már addigra, a Bang Bang nevű cíművel, és úgy éreztem, hogy ez elég dramaturgai rutint biztosít számomra, hogy írjak egyet, én is. Volt akkoriban, talán most is van, remélem van, ott a három... délkeleti megyének egy ilyen kimittutszerű, meg egy fesztiválszerű dolga, amit Erkel diák ünnepeknek neveztek, és Gyulán volt egy háromnapos fesztivál. Szenzációs volt, tehát tulajdonképpen valamilyen módon ezeknek a fesztiváloknak egy ilyen kultúra is elődje volt. Tényleg nagyon jól éreztük magunkat. És én oda minden áron el akartam jutni, de hát nem értettem semmihez, és azt hittem, hogy írni tudok. És akkor megírtam ezt a darabot. Akkor már meg is rendezte, ha már... Hát nem, megkértem rá a magyar tanáromat, hogy rendezze meg, ő nagyon alázatosan megrendezte, egyébként amit ki lehetett belőle hozni, kihozta. És aztán elmentünk az értékelésre, beültünk a zsűri értékelésére. Ott ült Regős János. Ki tudja, hogy lehetséges. Igen, valószínűleg nem.
És a következőt mondta, hogy hát nem tudja, hogy hol bujkált ez a színjátszó társulat eddig, hogy ez egészen szenzációsan tehetségesek a gyerekek. Akkor a rendőrség. Hihetetlen ügyesek, tényleg a rendezés is rendben van, egyetlen dolgot szeretne kérdezni, ezt a borzalmas darabot, ezt honnan szedtük? Nekem annyit adott a színház, meg a film is, hogy nagyon-nagyon fontos a... Mindig jönnek a karakterekkel, az tényleg baromi fontos, de az, hogy tudjad. De legfőképpen az, hogy mit, tehát, hogy milyen indulatai, vágyai, motivációi vannak, és mit akarnak egymástól. Tehát még fontosabb az, amit számomra, mert az működteti a prózát, hogy ezek a nyomorultak mit akarnak egymástól. Merre mennek, hogy lökik egymást, miért, kinek, milyen. Mert akkor ugye ahhoz, annak fényében reagálnak valahogyan egymásra. És vannak az ütközések. És akkor elkezdem a karaktereket fölépíteni, akkor a karaktereknek az egymáshoz való viszonyát, és már egész sok minden megvan, és még egy sort se írtam. Justikát dühítette, hogy az Ángyikája meg a nagybátyja ilyen biztosak a dolgukban. Elvégre Márton semmit sem mondott. Itt ül. Minden vonatot lekésett, ez igaz. De még egy szóval sem hozakodott elő. Mondaná már, hogy mi áradban. Justika térdében ugrált az ideg, ahogy később a fia térdében, és az ő fia térdében is ugrált majd mindig, ha ideges. Kopogott a térdén, Ángyika ránézett, most először megrovóan. Ne legyél türelmetlen, üzente a szeme, de nem szólt semmit. És akkor Márton megkérdezte, hogy tudja az ángyomasszony, mi az ő jövetelének célja. Az meg úgy mosolygott, mint ha valami nagy titokról volna szó, és azt felelte, hogy ő sejti, de neki nincsen beleszólása. Ez csak Justikára tartozik. Márton Justikára nézett, most először a szemébe. Menjenek el sétálni, kérte. Beszéljék meg a jövetele célját. Időközben megtanultál bánni, vagy megtanultad figyelembe venni a közönséget. Az írók között példamutató módon, hogy mondjam csak, elevennek tekinted őket. Tehát nem egy ilyen én megírom, és ti meg tartoztok olvasni és elájulni tőle, hanem van velük kapcsolatod. Tehát ez az, amire ma szükség van ahhoz, hogy, tehát, hogy köztetek legyen a mű, ehhez mind a két végén szükség van valakire, egyik végén az íróra, másikon a közönségre. Szerintem ez személyiségfüggő, és ez egyszerűen a belőlem jön. Tehát, hogy én ilyen vagyok. Tehát, hogy én például nem, bennem nincsen ilyen irányba tudatosság, vagy nem volt tudatosság. Hogy én akkor mit építsek, vagy hogy milyen műsorok legyenek, vagy hogy én hogyan keressek kapcsolatot. Fellépsz a testvéreddel, aki táncos, de zenélsz is, költők, más költők verseit énekeled adott esetben, és más költőkkel zenélsz, tehát hogy egy olyan jelenlétet is vállalsz, ami, hogy mondják ezt szakszóval, művészet, közvetítés, vagy mi? Tehát én élvezem. Tehát, hogy amíg ennek van lendülete, amíg a dolog szolgálja a prózát, meg a verset, amíg ott van mögötte, és ad neki teret, vagy akár médiuma a dolognak, mert hogy verses kötetem például 20 éve nincsen, és az egyetlen közvetítő közege az a rájátszás, ahol mondjuk ezek a versek elhangzanak, addig miért ne? Uh-huh. Nyilván óvatosnak kell lenni, mert nincsen olyan éles határ, vagy olyan pillanat, amikor is megfogalmazódhat benned, ami egészen biztosan, hogy na, innentől kezdve bohócot csinálsz magadból, tegnap meg még nem. Tehát, aha, hogy ugye ez az, ami nem derül ki, vagy amit esetleg akkora veszel észre, mikorra már bohócot csináltál nem, magadból. Nem, azért vannak talán olyan barátaid. Remélem, hogy szólunk egymásnak, hogyha úgy van. Igen, vagy a Judit esetleg idejében szól, hogy inkább most akkor. Most akkor ezt nem, igen, ezt talán nem kéne. Nekem annál felemelőbb, meg szebb dolog nem volt, amikor megváltozott az olvasók hozzám való viszonya. Tehát ezt nem én kezdtem. Tényleg. Mondjuk a mellettemnél változott ez meg. Addig, ha egyáltalán jött valamiféle kapcsolatkeresés, akkor maximum értő olvasók, akik figyelnek, akik jól ismerik a kortárs irodalmat, írtak egy elemzést, vagy írtak valamilyen jó szót, vagy valamilyen módon a kötethez való viszonyukat. És a mellettem után egy nagyon radikális paradigmaváltás volt, elkezdtek az emberek magukról írni.
a történeteiket, a család történetüket, a drámáikat, hogy mi történt velük, hogy hol vannak, hogy mi, és az ő, ő... Ez egy írónak nagy kincs. Egy. Nagyon jó alapanyagok voltak, tehát egyfelől az nyilván óvatosan bántam velük. Legyenek óvatosak. Igen. Másfelől meg egy olyan fajta személyességet adott, amit addig nem tapasztaltam. És igyekeztem ezekre, vagy igyekszem most is viszonylag tisztességgel válaszolni, amennyire lehetséges. Igen, én meglepődtem most, nem gondoltam, hogy egyben ezek a szövegek ennyire nagyon azt fogják adni, hogy valahogy még a lokálisan is ennyire belővik a Tiszapartot. Én magam is rácsodálkoztam, miközben olvastam. Én nem tudtam magamban, és most sem vagyok egyértelműen biztos benne, hogy föl tudom magamban oldani ezt az ellentmondást. És nagyon irigyeltem mindig a nagyapámat, akiben ez valahogy olyan természetesen volt együtt. Hogy ő neki a jó dolgok, azok a jó dolgok polca volt. És abban mondjuk a benne volt az, hogy ő állványozta fel a New Yorkot, meg hogy mennyire vastag a tokaszalonna a disznón. Ez volt a jó dolgok polca. És az valahogy az úgy egyszerre lehetett, és neki az egyáltalán nem ütött el. Én bennem azért van egyfajta ilyen dolog. Azt nehezen tanultam meg, és most már elfogadtam, hogy egy teret, ami nem a gyerekkorunktól a miénk, sőt, az csak egy bizonyos mértékig lehet belakni. Mert utána nem, tehát ne valahogy nem, te se tudsz annyira megnyílni, hogy beférjen. Amennyire én betudtam, annyira beraktam, az a nagyon érdekes, hogy egyszer mondta az egyik ismerősöm, aki született pesti, hogy az a fura bennetek vidéki fiúkban, mondta a Darvasira meg rám, hogy nem tudtok a városban gondolkodni, hanem csak szegletekben, meg kisterekben. És ez igaz. Tehát én mondjuk a város meghódítása az számomra Újlipót meghódítását jelenti legfőjebb. Hát tehetség. Igen, hát ő egy falusi parasztember volt egyébként, tehát hogy mint a szülei is, meg hát egyáltalán sok generációra visszamenőleg. Hippi volt, a fiataloknak mondom, hogy az egy akkori lázadási forma volt. Neki könnyékig érő lila haja volt például, tehát hogy a külsőben is én rögtön észrevettem, hogy az én apukám nem egészen... Igen, az én apukám nem egészen úgy néz ki, mint a többiek apukája. Egyébként szavalóversenyekre járt, kifejezetten sokat, tehát hogy annak a mozgalomnak a része volt, az akkoriban egy nagy remekül prosperáló dolog volt. Meg gitározott, tehát rock and roll bandában volt, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert én az ő megjelenés alapján én azt gondoltam, hogy olyan nagyon kemény zenéket szereti, mert mire én azért oda, igazán meghallgathattam volna az ő bandáját, tehát hogy voltam akkor addigra már az feloszlott, tehát hogy annyira én, tehát őt élőben nem hallottam játszani, már úgy, hogy bandában, és így nem tudtam, hogy milyen zenei ízlése van, de én úgy képzeltem, hogy őrült kemény, tehát minimum Rolling Stones, és erre kiderült idővel, hogy apám a Bee Gees-ért rajongott. Tehát, hogy azért ez egy kicsit más, de egy útkereső ember volt. Egy útkereső ember volt, aki egy dologgal nem volt tisztában, hogy ha ez a bizonyos őrület, nem tudom másképp mondani, az a magot van benned, ez a önkifejezési vágy, és valamilyen módon ehhez talán némi talentumot is kaptál, amit gondozni kell, ez ott dohog a lelkedbe, az arról nem lehet lemondani. Tehát olyan nincs, hogy akkor azt mondod, hogy hagyjuk a fenébe. Én inkább leszek parasztember, mert nekem úgy jó. Ezt nem tudta. Mondjuk így az öcsémmel mi meglendültünk, mert legalább a példát láttuk magunk előtt, hogy nincs mese. Menni kell.